Mintegy 10 éve csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz a Huszárgálvárosi Könyvtár. A programokkal a kultúrát és az olvasást népszerűsítik országszerte. A helyi könyvtár különös hangsúlyt fektetett idén a fiatalok megszólítására. Babáktól elkezdve a kiskamaszokig is bevonjuk őket a könyvtárba a különböző rendezvényeinkkel, és utána elhozva nagymamát, nagypapát, mamát, papát, jönnek a könyvtárba és beiratkoznak. Baba olvasójegyet állítunk ki nekik, a nagyobbaknak kölyök olvasójegyet. Ezek színesek, örülnek neki és szívesen viszik a könyveinket, sőt, a középiskolások is jönnek és olvasnak. Délután Adamik Zsolt mesekönyvíróval ismerkedhettek meg a fiatalok. A kiskartás kapitány ült a hintaszékében, ami egy kis kunyóban volt, ami egy tengerparton volt, ami egy partszakaszocskán volt, mi vagy úgy. A fiatal író kalóz történeteit és szörnyhatározóját mutatta be a diákoknak. Ahogy észreveszem, a kalózokat például imádják. Azt hiszem az, hogy a mai gyerekek nem olvasnak, ez részigazság, vagy csak részben igaz. Szerintem igenis olvasnak, és igenis el lehet őket kapni. El lehet csípni a grabancukat, meg lehet fogni az érdeklődésüket, csak jó helyen kell kutakodni. A kalóz szerintem az egy jó hívószó például arra, hogy a 9 és 10 éves srácok, vagy egy picit talán a fiatalabbak, hogy azok úgy fölkapják a fejüket, és azt mondják, hogy ez talán érdekel. Aztán, hogy úgy megcsinálja az ember, hogy tényleg érdekelje őket, az egy kemény meló, igen. Hazánkban minden negyedik ember funkcionális analfabéta, vagyis nagyon rossz író és olvasó képességgel rendelkezik. Ilyenkor az ember elolvassa ugyan a szavakat, de nem feltétlenül érti meg. A kevés olvasás és a modern technológia mind hozzájárul az egyre romló adatokhoz. Ezért lényeges, hogy a gyermek már fiatal korában szeressen olvasni. A kedvenc mesém a 3 kis malac. Sokat olvastam. Meg van még egy, az pedig a Holló és a Róka. Lefekszem, hogyha kicsit fáznak, akkor betakarozom, és úgy szoktam olvasni. Néha többet, néha kevesebbet. Az izgalmas kalandok után a galériában egy mesés kiállítás várta a vendégeket. Az író első mesekönyvét Mészely Ilka illusztrálta. A fantáziadús rajzokat a könyvtár előterében megtekinthetik az érdeklődők.